Egy 13 éves afrikai kislány Ajsa egy napját bemutató kisfilmmel kezdődött az UNICEF Magyarország Salgó-Tarjáni előadása, melyet a gyermekek jogainak világnapja alkalmából tartottak a Városháza dr. Förster Kálmán termében. A kisfilmmel azt akarták megmutatni az előadáson résztvevő általános iskolásoknak, hogy vannak olyan gyermekek a világon, akiknek nem az iskolában telnek a napjai. Az UNICEF Magyarország képviselői előadásuk során beszélgettek a gyermekek jogairól, hiszen nagyon sokan közülük a mai napig nincsenek tisztában ezekkel. Az előadások után játékos, interaktív formában foglalkoztak a gyermekeket érintő kérdésekkel. Igen ám, ez egy védőburok, de nem korlátlan. Felelősséggel jár együtt, és határai vannak. Mit gondoltak, mi a határa a jogaitoknak, ha így csináljátok egy ilyen védőburkot magatok körül? Mi a határa a jogaitoknak? Addig, ameddig a másiké tart. Igen, tehát addig, pontosan addig, amíg nem ütközöm bele, nem sértem meg mások jogait. Külön foglalkoztak az iskolai zaklatással is, hiszen az is egyre nagyobb problémát jelent a gyermekek számára. Ráadásul ez ma már nem csak offline, hanem online formában is egyre nagyobb gondot jelent. A gyermekek jogainak világnapjának éppen az a célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek helyzetére, hiszen az ő érdekük mindenek felett áll. November 20-án a gyermekek világnapját ünnepeljük. Ez annak az évfordulója, hogy 1989. november 20-án aláírásra került a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény. Ez a világon a legszélesebb körben elfogadott emberi jogi dokumentum, ami a gyermekek jogait tartalmazza. Ezért jöttünk most ide Salgó-Tarjánba, hogy a gyerekeknek a jogaikról tartsunk egy interaktív előadást, mert az egyezmény 42. cikkelye kimondja, hogy széles körben meg kell ismertetni a gyermekjogokat, mert ez erősíti a gyerekek társadalmi helyzetét, javítja önértékelésüket, és a közösségi együttműködésüket segíti. Erre különösen szükség van, mert a nemrégiben napvilágot látott kutatásunk szerint nagyon magas az iskolai zaklatás aránya, 66%-át a gyerekeknek rendszeresen éri zaklatás, vagy kerülnek zaklatási helyzetbe az iskolán belül, és a kutatás szerint hasznosnak bizonyul az esetek felében, hogyha segítséget kérnek. Sajnos a gyerekeknek a 20%-a tulajdonképpen nem jut semmilyen segítséghez. Ezért azt gondoljuk, hogyha minél szélesebb körben tudomást szereznek a jogaikról, akkor jobban el tudják különíteni, hogy mi az, ami helyes, vagy mi az, ami nem helyes azok közül, ami velük történik, és jobban fognak tudni segítséget kérni. Ehhez kapcsolódóan egyébként több programunk is van a magyarországi UNICEF-nél, mint az Ébresztő Óra program, ami a gyerekek jogtudatosítását szolgálja, interaktív előadásokat tartunk iskolákban a gyerekeknek a jogaikról, vagy létrehoztunk egy applikációt, a Help App-et, ami Android és iOS rendszerű mobiltelefonokra is letölthető, fiatalokhoz szól. Azon keresztül kiválaszthatják, hogy hol éri őket bántalmazás iskolában, családban, edzésen, és az applikáció segítségével megtudhatják, hogy hol kérhetnek segítséget, vagy milyen megoldást tudnak igénybe venni. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak az ébresztő órát illetően. Pont a szombaton tartottam egy foglalkozást, ahol visszajelzést kértem a gyerekektől, hogy mit adott nekik a foglalkozás, és azt mondták, hogy erősebbnek érzik magukat, tudják, hova fordulhatnak. Előfordul, hogy olyan gyerekkel kerülünk kapcsolatba az óra során, aki saját maga élt már át bullyingot, vagy vált zaklatás áldozatává, és akkor ő mondta, hogy föl fogja használni azokat. Ott elmesélte a történetét, és mondta, hogy föl fogja használni azokat az ismereteket, amiket átadtunk neki a megoldás keresésében. A Salgó-Tarján önkormányzata és a Salgó-Tarjáni Rendezvény és Média Központ által szervezett esemény maradandó élmény volt a diákok számára.